A gondos tésztaszaggatás a mennyei farsangi fánk egyik legfontosabb előfeltétele. Hatalmas rutinjuk lévén pontosan tudják ezt a Bátaszéki Napsugár Egyesület tagjai is, akik közös fánksütéssel ünnepelték a farsangi időszakot. Nem mondom, ez az én. Figyelj, ide a férjem is pékult, meg én is, és akkor ez lesz. Tudod, mi van? Szakmai titok. Szakmai titok ide vagy oda, igyekeztünk csak megtudni, hogy mégis mi az igazi omlós bátaszéki farsangi fánk titka, és bizony, mint ahogy a sütésben résztvevő asszonyok, mi sem vallottunk szégyent. Ez egy jó liszt, amit én mostan hoztam, mert az egyik boltban lehet ilyen jó sikertartalma le van a lisztnek, és akkor ebből lehet jó tésztát készíteni. Ez nem szakad, mert a rövid liszt az szakad. Azt nem lehet nyújtani. Én például pénteken ilyen 5 tepsi rétes sütöttem ebből a lisztből, amit mind a cigaretta papír úgy el lehetett húzni. És ilyenből van jó tészta. Bizony-bizony a fánksütésnél is jól jönnek a férfi kezek, erről pedig Józsi bácsi tett tanúbizonyságot. A lányok, ahogy kigyúrják, meg beteszik, ami szükséges, meg kell, és akkor a megfelelő forróságú zsírba, olajba betesszük, és akkor így szép lassan átsütjük, és egyszerre vesszük ki utána az egészet ebből a lábusból, úgyhogy... Hány fánkon van ma már túl? Hát most már a 140... 100 fánk megsütése még jó társaságban is nagy idő, de legalább ilyenkor van miről beszélni az embereknek a kitartó munka közben. Fánkot most sütünk másodszor, mert előtte az előző klubvezetés az nem sütött fánkot. Akkor kitaláltuk, hogy valamivel újítani kellene, és akkor kezdtünk el a fánkot. Hogy farsangra, ugye fánk nem, nélkül nincs farsang, és ezért először ketten dobtuk össze az anyagot, most meg már a klub veti meg az anyagot. Most mi egybe kötöttük így, hogy együtt sütünk, együtt főzünk. Például volt tavaly olyan, hogy főztünk pörkölt, tehát azt is így főztünk közösen, de minden jó volt. Úgyhogy összehozza az embereket ez a kis összejövetel, úgyhogy örülünk neki, hogy nem bomlott szét az egész. Hát figyelj, mink úgy megértjük egymást. Na, én vagyok lényegében legidősebb köztünk, és akkor mink nem beszekszünk, mink nekünk, tudom, sokat dolgoztunk, és megvan mindig a mindenkinek a maga kis megbeszéljük, és így vagyunk. A Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai nem most először sütöttek közösen fánkot. Minden évben megrendezünk egy fánksütést a hölgyekkel, igazi házi asszonyok, kis forralbort, hát egy kis farsangi hangulatot próbálunk ebbe a nyugdíjas délutánban most beletenni, mert minden héten egyszer találkozunk, és hát lehet látni, hogy mindenki nagyon örül az egész rendezvénynek, mert hogy ma már egész nap erre készültünk. Van egy hölgy, aki dagasztotta a tésztát, aki a pékségben dolgozott, Bellike, meg tulajdonképpen erről szól az egész, hogy együtt fogyasszuk el ezt az így sütött fánkot, és jól érezzük magunkat. Igen? Én úgy látom, hogy a fánksütés és a fánkozás mellett azért itt nagyon jókat beszélgetnek, és ez erről is szól egy kicsit, hogy együtt vannak, sztorizgatnak. Hát általában rendezünk mindig ilyen bálokat, ilyen különböző falvakból ők meghívnak. Például most voltunk Alsónyéken, jövő héten szerdán megyünk Szekszárdra, a Babics művelődésre, és az ilyen kölcsönös délutánok ezek, amik nagyon jól telnek mindig el. Általában jókat eszünk, meg sokat táncolunk. Hát most is van egy ilyen kis magnózenekarunk is, de szerintem nagyon jó. Egy kicsit feltölt minket, mivel már nem vagyunk fiatalok, és hát mi így érezzük jó magunkat. Én most kezdtem csak egy éve ezt az egészet, de remélem, hogy a továbbiakban is én is tudom vinni ezt a klubot, úgyhogy ennyi. Hányan vannak egyébként, és mi az, amitől ilyen jól működő közösség az önöké? Mert tényleg azt látom... Mert számítunk egymásra, és fontosak vagyunk egymásnak, és nagyjából ismerjük már a család életüket, és akkor megkérdezzük, veled mi van, hogy van, mi történt. És akkor ez már minden hétről hétre már kíváncsi vagyunk egymásra, hogy milyen programja volt, vagy hová megy, hol tölti a karácsony, hova megy nyaralni, vagy fürdeni. Járunk színházba is,
meg különböző kis dolgokat beteszünk, hogy egy kicsit változatos legyen ez a nyugdíjas élet, mert hát azért már mindannyian nagyon tetszik látni, hogy nagyon sok hölgy van, és az azt jelenti, hogy a párunk már nincsen. És valahogy így próbálunk tovább élni, és jól érezni magunkat együtt. Ilyenkor összejönnek, majd amikor már most forradbort is csináltunk, és majd amikor már vége van a fánkevésnek, akkor egy kis nótázás, és akkor 4-5 óra fele elindulnak haza az asszonyok. Virágos kell, a hány virág.